Zaher Gábor éppen előkészül a munkára az országos mentőszolgálattal a Trabzonspor elleni UEFA Európa Liga csoportmeccsünk előtt. A szakember rendszeresen dolgozik pit doktorként, vagyis a stadion főorvosaként csapatunk mérkőzésein. Azonban Zaher Gábor nem csak a munka miatt került közel klubunkhoz, hiszen gyermekkorától kezdve nagy fradista. Csapó indul! Nekem valahogy az első pillanattól kezdve ugye a Ferencváros volt a szimpatikus. Valószínűleg azért, mert akár édesapám, akár nagyapám, akár nagybátyáim mind ugye fradisták voltak, és akkor ez teljesen természetes volt, hogy az ember zöld-fehérekkel érzi el magát. Később már ilyen gimnazista koromban jártam ki, én is ugye meccsre, zászlóval mentünk, kiabáltuk. Akkor még voltak ilyen nagyobb vonulások belvárosba, stb. Jó, persze, akkor ez még a rendszerváltozás előtt volt, és a rendőrök azért nem mindig álltak úgy, olyan pozitívan ez a dologhoz, ugye, mint mostanában. Egyetem alatt aztán kevésbé, ott inkább vízilabda meccsekre jártam ki, mert azt nagyon-nagyon szerettem, és hát ugye Steinmetz János ugye a kapusa, ugye az a Ferencvárosnak, az valami zseniként tekintettünk rá. Na és ki volt a kedvenc focista? Labdarúgók közül nekem Páncsics Miklós volt a kedvencem. Szóval mindenki azt mondta, hogy Albert, meg a Rákosi, meg a Kűlajos, meg a Varga. Én Páncsics Miklós szerettem legjobban. Az a hihetetlen elegancia, ahogy ő középhátvédként ugye intézte a dolgát mindenféle sallangmentesen, egyszerű eszközökkel. Hasonló volt ugye Bálint László is, ugye, aki már egy kicsit későbbi generációban szerepelt. A maiak közül lehet, hogy meglepődik, amit mondom, nekem Bogdán Ádám a kedvencem. Az egy annyira jó fej az a fiú, annyira laza, ez a nagy, majd 2 méteres vöröshajú fiú, az az óriási nagy tenyerével, és hogy amilyen nyugalommal ott bent tud állni a hálóba. Zaher Gábor azt is elmondta, hogy mi az első dolog, ami az eszébe jut, amikor a Fradira gondol. Albert Flóri cselei, amikor a félpályáról néha elindult. Persze benne volt az is, amikor csak csipörötett kézzel állt, és akkor kiabálták neki a szurkolók, hogy föltörik az oldalat Flóri. De azt gondolom, hogy azok a mozdulatok, azt nem lehet megtanulni, ahol születni kell, hogy valaki ilyen futballzseni legyen. Albert Flóri cselei azért, ahogy itt a félpályáról egészen eljutott a 16-osig. És konkrét meccset így nem nagyon tudnék mondani, de azt gondolom, hogy azok olyanok, amit az ember nem felejt el. Ez nálam fölülírt a Maradonát, fölírt a Platinit, fölírt a Beckenbauert, és gyakorlatilag bármelyik híres futballistát mondhatnám, akár még Pelét is, mert Florinka csak egy volt, és szerintem egy jó pár évig nem is lesz még ilyen kaliberű játékos. A neves szakember a stadion pit doktoraként, vagyis főorvosaként roppant fontos feladatot lát el a fradi hazai meccsein. A mi munkánk igazándiból onnan kezdődik, amikor ugye a játékosok kifutnak a pályára. Onnantól kezdve ugye kesztyűbe ülünk, és tulajdonképpen figyelünk, hogy esetleg történik-e valami. És ugye itt 3 egység van itt a pályán letelepítve. Ugye ott a 2 szögletzászlónál ezen az oldalon is itt középen a pit doktor, ugye, aki ezeknek az egységeknek a vezetője. Ugye nekünk az a feladatunk, hogyha akár itt a kispadon, vagy akár természetesen bent a pályán valami történik, akkor az a mi felelősségünk. Hiszen az, hogy mondjuk összefutnak, összerúgnak, ugye 34-et hemperedik valaki magára, szét 1/2 kiló gyepet, és akkor utána egy picit haldoklik, majd utána föláll, és tovább szalad. Ez valljuk be, az esetek jelentős részében nem olyan történet szokott lenni, ami miatt ugye itt az egységeknek menniük kell. De sajnos olyan is előfordult már, hogy teljesen független a játéktól valaki összeesik. Lesz egy szívritmuszavar, egy szívmegállása, és ilyenkor ugye a pit doktornak és a 2 csapatnak az a feladata, hogy azonnal indulnak. Függetlenül attól, hogy most éppen a labda játékban van, látunk valamilyen ilyen szituációt, függetlenül attól, hogy éppen gólhelyzet van, vagy bármi, nekünk el kell indulnunk és be kell mennünk, hiszen ilyenkor, ha egy újraélesztésről van szó, akkor a másodpercek is tulajdonképpen számítanak. Zaher Gábor ezt követően a helyszínen szolgálatban álló mentőautót is megmutatott nekünk, így azokat a felszereléseket is, amelyekkel a szakemberek dolgoznak a mérkőzés során. Általában ugye a mérkőzéstől függően, hogy hány mentőegység van jelen, természetesen mondjuk nagyobb az izgalom és a nézőszám is mondjuk egy ilyen Európa Liga meccsen, vagy mondjuk egy Fradinózsa meccsen, mint mondjuk akár valami talán kevésbé figyelemfelhívó mérkőzésnél. Általában 5 és 8 mentőegység szokott jelen lenni, persze igazándiból vannak kiemelt történetek is. Például mondjuk ez a mai is ilyen, amikor 10 mentőegység lesz valójában jelen. Hogyha megnézzük, mondjuk 20-22 ezer ember van jelen ugye ilyenkor az arénában, ez azért egy magyarországi városkának tulajdonképpen a lakossága. Pontosan. Úgyhogy bele kell kalkulálni azt, hogy tulajdonképpen ez alatt, a néhány óra alatt, hiszen nagyjából 6-tól úgy számolva, olyan éjfél-fél 1-ig lesz itt a csapat,
bármi tulajdonképpen előfordulhat. A bármiben persze kicsi az esély annak, hogy valaki fontit fog megszülni ugye a mérkőzés alatt, de a szívinfarktustól kezdve az apró sérüléseken keresztül, az agyvérzésen át bármivel lehet tulajdonképpen találkozni. Ezek a mentőautók, amiket itt látnak, ez gyakorlatilag a rohamkocsi és az esetkocsi felszerelésével bír, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy amit el tudunk látni ugyanúgy az út szélén egy átlag hétköznapi napon, azt ugyanúgy itt is el tudjuk látni, hiszen a lélegeztetőgéptől kezdve EKG, defibrillátor, leszívó, infúziós pumpán keresztül minden ezekben az autóban megtalálható. Azt mondom, hogy menjünk is be, és nézzük meg konkrétan, hogy hogyan lépjünk. Is néz ki ez a dolog. Ugye, amit itt lehet tulajdonképpen látni, ugye ez az egyik szíve a mentőegységnek, ugye ez egy EKG, defibrillátor, és különböző egyéb más élettani paramétereket képes valójában rögzíteni, monitorként is szerepel, egy leszívó, egy lélegeztetőgépet lehet látni, hogyha arról van szó. Természetesen ma már nem gond ugye egy beteget a kórház előtti szakba is lélegeztetni. Ott ön mögött, ott azban a fiókos szekrényben vannak a különböző gyógyszerek, illetve azok a adminisztrációhoz szükséges papírok, amelyeket gyakorlatilag ugye itt a kábítószer tartjuk, világos, hogy elzárva, hiszen ugye ezek hogy tételesek. Ne. És hát ugye a különböző gyógyszerek azok itt vannak. Azt mindig visszük magunkkal, az egy úgynevezett R-táska, amiben légútbiztosításhoz szükséges eszközök találhatók. Ez az orvosi táska. Mi az, amit általában viszünk magunkkal, mondjuk akár itt is, akár pedig egy eset helyszínén. Visszük ezt, visszük ezt, visszük ezt, és visszük azt. Ez nagyjából, ha így összerakjuk, körülbelül ez egy olyan 80-90 kiló szokott lenni. Most volt szeptember 2-án 40 éve, hogy orvostalgatóként beléptem az országos mentőszolgálathoz, és a feleségem mind a mai napig kérdezi, hogy miért vagy olyan bolond, hogy 62 évesen ezt csinálod. Azért, mert ez egy szerelem. Szóval vagy az ember megszabadult tőle nagyon hamar, vagy pedig tényleg egy örök életre eljegyzi magát vele. És én is úgy vagyok vele, szoktam mondani a kollégáimnak, hiszen néha azok a kollégák, akikkel kivonulok, ketten együtt nincsenek annyi idősek, mint én, hogy mindaddig, amíg ki tudok szállni a mentőautóból, és be tudok mászni mondjuk a metró alá, vagy a roncsba, addig csinálom. Ha már nem megy, akkor abba kell hagyni. Ez egy nagyon komoly csapatmunka is. Abszolút. Hát én ugye azokkal a kollégáimmal, akikkel most már hosszú évek óta együtt dolgozom, abszolút vakon megbízom bennük. Azt gondolom, az összeszokottság az mindenképpen egy fontos dolog, ugye csapatmunka, de hát ugyanez elmondható a futballból is. Hiába vásárolják össze a világ legjobb játékosait és betartják őket 11-et a pályára, hogyha nincs összeszokottság, akkor valószínűleg még egy középcsapat is meg fogja tudni őket verni. Tehát a csapatmunka itt is borzasztóan fontos. Hát Zahel Gábor, nagyon szépen köszönöm ezeket, megmutatta nekünk is nagyon jó munkát, illetve lehetőleg kevés munkát. Illetve kívánunk. Ne legyen munkát. Így van, kevés ez a legjobb. Kívánunk. Köszönöm szépen.